A Herényi városrészben lévő Gotthárd kastély épület együttese nagyon leromlott állapotban van, felújítása nem tűr halasztást. Látható egyébként a kastély nagyon rossz állapotban, leromlott állapotban van évek óta. A miniszterelnök úr látogatásakor polgármester úr nagyon helyesen jelezte, hogy a Szombathely megyei városa kimaradt a kastély felújítási programból, és hát erre vonatkozóan született meg az a döntés miniszterelnök úr részéről, hogy akkor támogatja a Gotthárd kastély felújítási programját. Ugye egyrészt a kastély teljes rekonstrukciója történik meg, másrészt pedig egy új funkciót találtunk a kastélynak. Az önkormányzat az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemmel együttműködve új tartalommal tölti meg az 1696-ban épült, 1880-ban átalakított épület együttest. Ide költözik vissza az Asztrofizikai Obszervatórium, mások mellett itt kap helyet egy világviszonylatban is kiemelkedő teljesítményű adatelemző és szolgáltató központ is. A fejlesztéshez kapcsolódik továbbá egy zarándokszállás kialakítása. Nagyrészt zarándokhelyek mellett találhatóak ezek, Spanyolországból, Olaszországból, Franciaországból rengeteg helyen van zarándokszállás, és nyilván a Szent Márton kultusz miatt is Szombathelyen is célszerű lenne egy ilyen zarándokszállás kialakítása. Ennek a becsült költsége 350 millió forint lenne, és a zarándokokon kívül természetesen a kispénzi turisták is tudnák ezeket használni. A beruházás értéke több mint 2 milliárd forint, befejezési határideje 2018. március 31.